Szabó Péter, Paks polgármestere az elmúlt héten Lázár Jánossal, a miniszterelnökséget vezető miniszterrel tárgyalt a Paks 2 projekttel kapcsolatban. Az egyeztetés eredményeképp Magyarország kormánya rövidesen megállapodást köt Paks városával azért, hogy a település felkészüljön a közelgő beruházásra. Azt a feladatot kapta a város a külön megállapodással kapcsolatban, hogy készítsünk egy projektlistát, amit meg szeretnénk valósítani, ami elengedhetetlenül szükséges az atomerőmű beruházáshoz, hogy a városi infrastruktúrát olyan szintre fejlesszük, hogy ez a beruházás végrehajtható legyen. Tehát egy projektlistát kellett készítenünk, de ezt a projektlistát is úgy, hogy priorizálni azokat a feladatokat, amelyek szükségesek, mondom még egyszer, az atomerőmű beruházáshoz. A hivatal munkatársai az egyeztetést követően azonnal hozzáláttak a fejlesztési lista elkészítéséhez. A megállapodás tervezete a héten már a minisztérium asztalára kerül. A tárgyalások ezt követően is folyamatosan zajlanak majd azért, hogy a megállapodás is a lehető legrövidebb idő alatt, a tervek szerint még ez év végéig, de legkésőbb jövő év elejét megköttessen Paks és a kormány között. Nekünk is priorizálni kell, tehát sorrendbe kell állítanunk azokat a feladatokat, amelyek elengedhetetlenül szükségesek. Itt azért több 10 milliárd forintról van szó. Miniszter úrral összegről még nem beszéltünk, csak a feladatról, tehát a mi feladatunk az, hogy tényleg azokat a fejlesztéseket, beruházásokat állítsuk össze, amelyeket mi fontosnak tartunk, de ez több 10 milliárd forint lesz előreláthatólag. Az ülésen többek közt a 2017. évi költségvetésről, új bizottsági struktúra kialakításáról és a bérlakás gazdálkodás hatékonyságáról is tárgyalt a paksi képviselőtestület. Emellett újabb kiemelt fejlesztési területet is kijelölt a grémium, a volt STK épület helyén új irodaépület készül. A legfontosabb döntésekről bővebben testületi tudósítások című műsorunkban láthatnak november 17-én pénteken 19:15-től.